A Nemzeti Kastélyprogram keretében országszerte 20 kastély helyreállítása valósult meg, amelyek között ott találjuk a fűzéradványi Károlyi kastélyt is. Megújultak az épület belső terei, annak külső homlokzata, a 30 méter magas tornya, és teljesen új kiállítási tartalommal töltötték meg. Már önmagában ezért is érdemes felkeresni a több száz éves épületet, de külön élményt nyújt, amennyiben rendezvény is párosul a látogatáshoz. A működtető Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. A fenntartása alatt álló többi kastéllyal egyetemben olyan eseményekkel igyekszik megtölteni a műemléki épületet és annak parkját, amelyeknek köszönhetően folyamatosan vonzó lehet a vendégek számára. Fontosnak tartottam azt, hogy ne csak az állandó kiállítás legyen, ami ide vonza akár a helyieket, akár a turistákat, hanem élettel töltsük meg a kastélyokat olyan programokkal, amelyeknek köszönhetően saját élményeket tudnak szerezni, és újra vissza fognak térni hozzánk. Az egész NÖF szinten 50 kísérő rendezvény volt általában egy átlagosan egy kastély életében, ami azt gondolom, hogy nagyon sokban hozzájárult ahhoz, hogy akár itt fűzérlemény és 58 ezeren voltak itt eddig az elmúlt 8 hónapban. A Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. A Károlyi kastély munkatársaival együttműködve olyan széles palettát igyekszik felölelni a rendezvények szervezése terén, hogy a programok mind a helyiek, mind pedig a távolabbról érkező vendégek igényeit és érdeklődési körét egyaránt kielégítsék. Nagyon fontos az, hogy a helyi közösségeket is megszólítsuk, és ők is magukénak érezzék a kastélyt. Pont nyár elején volt egy bál, amit közösen szerveztünk a Károlyi Alapítvánnyal, és lesz még jó néhány ilyen közös eseményünk, de valóban van egy nagyon profi csapatunk, akiket a piaci szférából hoztam, akinek ez a szakmája, mind a rendezvényszervezés, mind pedig az, hogy ez a fajta minőségi kulturális program miként lenne jó, hogyha megvalósulna, úgyhogy közösen csináljuk a helyi kollégákkal, hiszen ők vannak itt, ők látják, ők érzik azt, hogy mire van igény, mire van szükség, és azt hiszem, hogy nagyon jó szinergiát sikerült megtalálnunk, amiben ezek a fajta sikeres események aztán meg is valósultak, és meg is fognak valósulni a jövőben. A rendezvények szervezésével a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. Célja, hogy a kapott értékek és élmények újra és újra vonzóvá tegyék a műemléki épületeket, így hosszú távon fenntarthatóak és üzemeltethetőek legyenek.